Oké, megérkeztünk. 2000 forint. 3 éves alatt ingyen van. 3-tól 99-ig meg 2000 per fő, plusz a csúszások, de menni kell a sobrízétni. Karszalagot kell enni még a belépőhöz. Csak az nincs kívül. 7500 a karszalag. Bokkája. Jó, karszalag. Minek a karszalag? Nekem nem kell karszalag. Nekünk belépő kell, ellenek meg karszalag. Jó, akkor majd ott megnézzük egyébként. Szóval megérkeztünk. Itt a nagy gyerek. Megérkeztünk. Uh-huh. És erősz. Uh-huh. Jó, akkor tudjátok, hogy a leanderek. Hát nézd be. Jó, szép. Nagyon szép. Ez is. Végig. Puskátik. Ah, készen sobrióska barátom. De. Szép. Bringázik. Majd állj a magasságnél. Ja, igen, mindenképpen. Megnézzük, hogy van a magasságnél, az ajtó már. Az a méhely emberünk akik. Na szóval megérkeztünk. Menjél a dolgodra. Megyek fizetni. Ha, megyek fizetni, majd én beszélgetek. Na, oda nézzetek, ott van egy ilyen. Ez igazi? Hallod? Az ott. Szerintem az? Dehogy is, az egy állepke. Hát ez nagyon jó. Ezt nézzétek. Akkor menjünk. Itt van a Jóska lába. Petúniákkal. Egyszerű. Hova mész? Hm? Hova mész? Oldalt is lehet fizetni. Hát már kész vannak. Akkor meg olyan, mint olyan nagy sor jön. Hello. Na, kérlek, karszolod ilyen komplet. Kérek szépen, anyukád azt mondta, hogy ahhoz kérek nem, szépen. Ahhoz nem kell belépő külön, ugye? Nem, nem. Jó, meg kettő belépőt szeretnénk. Rendben. Meg szép kártyás lesz, ha lehet. Rendben. Ha lehet. Ó, egyből már, ha lehet. Ha lehet. Látod, anyukád előtt. Ez igazi lepke. Nem igazi lepke az, de igazi. Ez valami áll lepke. Mert ez így összesen 11.500 forint. Mondtam, hogy ott sobb, ha kurvát tartasz. Jó. Csak így volt. Szállás, jó? Rendben, rendben. Egy zöld gombot szeretnék kérni. Gumimac is van. Le is adom. Szeretnél? És a sikterőjegyhez nem lesz majd külön karszalag, vagy utána meg őrizni. És így lesz majd a karszalag. Jó, rendben. Most már nem kell venni ilyen ízéket, mint régen? Már nem. Nem kell ilyen, mi volt, sobrióska izé volt? Ilyen pénz volt. Pénz volt, jó. Régen, aha. Nézd, de szépek azok a madarak. Oké, akkor megyek. Köszönjük szépen. Majd köszönjük. Kérünk segítséget. Mi az? Aztán, járj, beesett, apád beesett a sörbe, gyere, csak nézed meg. Áldom, hogy nem gyűjtő, hogy lábazott a vagy. Kipapar, cica, nem nyúlunk hozzá. Szia! Hát tudod, hogy mi macskások vagyunk. Szia! Na szóval megkávéztunk, és most megyünk, nekiindulunk a nagy kalandnak. Hármunknak volt 11.000 forint a belépő, ebből a Leiláé volt, nekünk kettőnknek négy, a többi a Leiláé, mert ő így akkor kettő kivételével mindenre. Hány centi vagy? 140, nem tudom, valamennyi. Nem állt oda. Nem is állt oda a mérőhöz, hogy tudjuk. Beülsz abban a 3D-s izébe? Miben? Ugye ez már előtt a szafari. 3D karika. Virágok, virágok, nagyon sok a méhe. Méhecske. Majd oda visszajön. Menjél oda. Van kisvasút gyerekeknek. Ilyenek. Motoros 3D karika. Ki van írva? Egy fő esetén max 50 kilóig használható. Majd, hogyha itt lesz valaki, akkor igen. Köszönöm.
baby. Ki feszítette meg? Ott fent a levegő. Jó? Közé, azaz. Ne menj ki a szélére. Középen. Ha már milyen szédültem. Én. Te is? Aha. Az a gazd kisfiam. Ja. Jó, van, nyomassad. Csapassad. Azta. Azta. Perfesz. De jó. A Leila most beszáll a élete kerekébe. Jó, pörgess be, hadd szóljon neki. Osztom. Pörög a gyerek. Na milyen volt? Aha. De bírtad? Itt tudod a csávó azt mondta, hogy volt a múltkor két este, ezt keresztbe hányta egymást. Aszta! Ez is királyság. Ott megállt a minden is. Valami más, csak ne forogjak. Ja. Akkor menjünk mászni. Te majd a végén itt még. Ja. Még ott van olyan hófánkhoz. Jaj, jó. Most a víz, majd később a víz, most szerintem menjünk akkor a hús árnyékba. Jótos kalács, de nincs gluténmentes, semmi körse, sose. Tej, tojásmentes, állj! Tej és tojásmentes. Egymás ütött, én csak mondom, jótos kalács. Beélesztő van meg. Majd tudjuk meg elem. Jó. Isten, Isten. Minden is. Azt nagyon jó, kijött a falba, kis poszki. Na, hova mész? Megyek térképén. Elfelejtettük a térképet. Elfelejtettük térképet hozzá. Menjél meg, várjunk itt árnyékba. Nem szédülsz már? Már nem annyira. Jó van, akkor. Ez az új trónod? Aha. Igen? Nagyon szép. Jó nagy szék. Oké, menjünk tovább. Na, bekerestem már a szélszak. Ott a nagy hatalmas létre, felmászik a gyerek és leugrik. Ezek ilyenek. Igaz? Milyen ügyes? Lány. Jaj, na. Na mi van, Leila? Azt mondtad, még kiskor a tűzoltó. Kicsit. Sodor Jóskát bebörtönzték, gyerekek. Tocsikó, rúgja meg! Itt kussadok ahelyett, hogy réparozit hajtanám. Azt a hét zsútáros mindenit a bírónak. Hé, te! Igen, te ott! Gyere csak ide! Nincs egy reszelőd. Reszelőm, de van. Köröm reszelőm. Mondom, van. Hé, dobjál már ide egy 5 forintost, lefizetném a börtönőrt. A pintus. Apa, ez mi? Tocsikó, rúgja meg, itt kussadok ahelyett, hogy réparozit hajtanám. Na, ott meg tekernek át a tó felett. Miért jó azt, hogy tekerek? Teker, teker! Ezek meg is fel fognak repülni. Ilyen cucra! Nézzétek, milyen szépek a virágok! Csodálatos! Könyvesbolt! Könyvespad! Milyen rohadt büdös van. Sobri Mari, meg hitem van. Van neki töke. Új asszonyod van? A csöcsére mész, te is egyből köcsök. Nagyon szép vagy, gyönyörű vagy. Tudtam mindig, hogy figyeljen. Ez volt a Mari. Nem tudom, Parulicska is van. Ó, Trabantom, még volt Trabantom.
Nem is látszik. Sodrétre van, gyerekek. Hányi, nem. Nem, szép. Mert én jaj, még ülnek is benne majdnem. Azért ennyire nem régi az a dolog. Itt meg másznak a fál. Ezek ilyenek. Legalább az ablakot lehúznak nekik, hát meleg van. Sobri Jóska meg a nasszony. Ott is másznak húztam. Ja. Na, mehetünk. Szóval indul el Szálemba. Az Dárba is mehetünk. Ó-ó. Megvan itt adva az irány, hogy merre van. Szuper. Ez gyönyörű. Igaz a pöttyöske is. Ma is akkor másztok a nagy seggemmel. De fáz. És innen lenézek. Ott egy repülő ember. Hopp. Na. Na, Ragnar kísérő lenne pedig elindult. Az úton. Én meg leülök az árnyékba, azt megvárom őket. Fogod? Itt. Erősen kell fogni. Nem ott. Mászik a gyerek. Megvan? Szia! Hogy érzed magad ott a magasba? Jól? Fölötted! Óvatosan, öcsike! Ne izguljál! Te hogy is! Mert csak előtt se izgulsz, most se izguljál! De ne húzd át, apa, majd, hogyha a végén elakad! Mind a kettő tiéd? Nem. Nem kell még egy. Van már egy meg. Az csak segít neki. Várj el, mert beakadt. Akadt ki a köteletből a feketét. Ez nagyon kis segítő kis tétel. Lépd át, Leila, várj egy picit, apára hallgassál! Mögötted legyen a fekete kép. Úgy, úgy. Azaz, másik láb is. Kisfiú szakértőt hátulról rá, mit szület. Fognak a deszkát két oldalra. Anya, oké, lépjél be. Jaj, igen. A deszkát fogod, lehet? Aha. Az igen, csaj! Fogd meg, felül, húzd át magad! Nem kell neked kötél, úgy van. Megfogja apa. Ügyes voltál! Állj fel! Ügyes vagy! Kis majmom! Hát ez gyors volt! Egy hős vagy! Szia! És akkor a végem, hol lesz a vége? Tehát akkor ez itt maradhatok, jó?
a betyáreget, erről lemaradtam. Belemásznak, beleesnek a vízbe. Ahol halászok. Ott úszik valaki, mert leesett a kötéről. Szóval van itt minden is. Nem is lehet vízes a csávon. De hogy nem. Hosszú gatyában. Mert 30-40 fok van, megszaradok a pillanat alatt. Ez király. Na most pedig elmegyünk valamit kajálni. 3 óra körül van már lassan. Úgyhogy megérzett a pocakja Leilának nagyon. Na, szétnézzünk, van valami nekünk való. Gondolom nincs. Itt vannak a kiskatát, a csát, a csontváz mellett. Ja. A csontváz. Nagyon jó. Kicsi kacsa. Mindig belelóg valaki a képbe. Az van, hogy ez a csávó még télen belefagyott a vízbe, és most arra engedett ki. Tudom, nem jó vicc, de majd mindjárt figyeljétek ezt a kis. Igen, vannak itt ilyen alkesztek. Oda nézzék. Ez nagyon vizes lett. Ebből belement rendesen. Ezt tetszik a Ragvárnak. Ezt mondja a szél a szezon. Idején a magas fűbe romantikázni veszélyes és tilos. Ennyi. Kész. Aztán itt már csontemberek vannak. Halottas kocsi rendesen. Ne tört a körben, bassza meg. Oda nézni. Hát, szép égetett ez a fa, ugye? Ez diófác, és meg van pörkölve. Ja, ja, ja. Látom, megismerem. Ja, jól néz ki. Nem. Ne találtunk kaját, ami laktózmentes, gluténmentes a Leilának. Mit eszel, Bébi? Giroszt, rizst, meg ilyen salátát, meg nyugat kepicot. Akkor te mit eszel? Én kolbászt eszek hasábból. Igen. Meg amplopikával. Igen. Meg mustárral. Én megeszek kolbászt, ebből egy az enyém, még egy és fél az enyém. Meg uvi, meg kefi, meg mustár. Kenyér sajnos nem. Jó. Na, beültünk kaja után egy 5D-s moziba. Egy horror rész, volt egy 10 perc, nem volt annyi. De azt hiszem, hogy nem kell nagyon hányingerem lett. De jó volt, rajtam rögtek, hogy hogy visítozok. Nagyám, még nem láttam senkit addig elmenni. Nem, mert... Jó, hogy? Társadalom ide. Homályos. Ezt közébe nem fizetünk, ezt add vissza. Nincs a éles fotó? Ezt nemből kéne. Hm? Pont repülsz, nézd meg, levegőd. Ez két egyforma. Két. Ezt mondom. De miért két egyformát választottunk, nem lehet, hogy tisztra gyerek. Számra nem volt egyforma. Leila az ott küzd. Vigyázz vagy! Nép egy kicsit! Kit akarod a panorámám? Inkább nézném a kacsákat, meg a tavat, ha választhatok. Na, hogy van itt annyi játék? Ha pont engem kell nézzetek? Hadd végezzem a dolgom nyugton. Menjetek, próbáljátok ki a ziplányt. Mondjál még valamit. Hé, hey, jó ember! Van egy kis apró. Neked szólt a köcsi. Papírra kéne. Nincsen. Dobjál majd egy 5 forintost. Na, végeztünk. Kell, nem vettem fel mindent is, mert nem lehetett. Ebéd óta csak szenvedünk. Fú, finom volt a kolbász, de... Büff. Visszabüffed. Szia, bitch! Óriás napágy! Majd a király. Másik, a szék is tök jó volt. És akkor le kell jönni. Nem csúszda! Tek ugye? Én ott megy az ember az égbe. Ott repül.
Gyerünk, csajanyag, indulás. Ott jól el voltam a nagy fűszfárnyékába. Onnan néztem mindent is. És láttam is mindent is, igaz? Aha. Tök jó volt. Na jó van, mentünk kifele. Hát akkor véget ért a munka, indulás hazafelé. Láttunk még egy kis innivalót. Mondjuk a kocsiban is van, még csak az már szerintünk nem hideg. Már a hűtőtáskában van. Aztán most megyünk hazafelé. Hány óra a gyerekek? Fél öt. Fél öt, ja. Mit akartak, azt megnézték? Azt kérsz. Szép ötlet.